Hát sziasztok, én Zondorök is, itt is lennék egy újabb unboxing videóval, ugyanis a GearBest küldött nekem még két újabb terméket, mint láthatjátok, és ezeket is azért küldte, hogy tesszem el a videóban. Az egyik, mint láthatjátok, az egy icike-picike távirányítós drón, az alatta lévőben pedig egy bluetoothos kontroller, hogy a telefon ne kell mindig kivenni a mobil VR-ból, és akkor így sokkal kényelmesebb kezelni. Ez itt egy GGRC H20H névre hallgató hexakopter, ezt fogom legelőször kicsomagolni, és ezen itt a kontroller, de erre majd csak később fogok visszatérni. Itt a dobozon jól látható, hogy a drón az miket tud csinálni, úgyhogy akkor szinte bontsuk is ki és nézzük meg. Hát be kell valami, ez tényleg icike-picike. Te szinte pont ettől érdekes amúgy, nem? Na meg hát attól is, mert 6 propellerre van. Alatta van a távirányító is, és amit van a tasakban, az töltő, pótpropellerek és még egy csavarhúzó is van benne. Ez meg itt a használati útmutató, amiben az, hogy van angol leírás is. Mit szóltok hozzá? Szerintem tök aranyos. Kétszer is elférne a tenyeremben. Az alján találhatjuk az akkumulátort, ami elvileg ki is csúszható a helyéről. Így né. És vissza is tehetjük. És ez lenne itt a drónnak a távirányítója. Hát ez is elég kicsike amúgy. Ah, és itt kell betenni az elemeket. Ez itt az USB-s töltő, csak tudom, hogy kiejtsem a propellert. Ezeket nagyon könnyű elveszteni amúgy. Akkor most elmegyek, feltöltöm a drónt, aztán reptessük egy kicsit. Nekem ez a drón tökre tetszik, lehet, hogy nekimentem a bokornak, meg a telefonomnak, hát nem lettek egyből profilnak az irányításában, de egész jó irányítani, lehet vele szaltózni, lehet sebességet váltani, ha nem fújna a szél, akkor tudna egy helyben is maradni, és van benne headless mód, ami azt jelenti, hogy akármelyik irányban néz a drón, neki az előre mindig az lesz, ami neked, úgyhogy ezzel jóval egyszerűbb irányítani. Linket a leírásban fogtok találni, ahova amúgy érdemes fölnézni, mert nem ez egy drón van, vannak ugyanilyen pici drónok, de akit érdekel egy kicsit komolyabban ez a dolog, annak van DJI drón is, úgyhogy tényleg hatalmas a választék. És akkor térjünk is rá a bluetoothos kontrollerre, amiről ugye mondtam már, hogy azért kell, mert a VR szemüvegben nem akarom mindig kivenni a telefont, és akkor itt sokkal egyszerűbb lesz irányítani benne a játékokat. Ez itt a használati utasítás, érdemes elolvasni, ugyanis ebbe le van írva, hogy mit hogy kell beállítani ezen a kontrolleren. Hát meg kell hagyni, elég hosszú, de legalább részletesen le van írva benne minden. Találunk még itt egy USB-s töltőt is, szépen becsomagolva. És persze tartalmaz a csomagolás a kontrollert is, ahová egyébként be lehet tenni a telefont, mit láthatjátok. Ilyen is itt valamit úgy küldön neki, hogy eleve fel van töltve, én azt hittem, hogy ezt videózás előtt fel kell töltenem magamtól. Mivel telefonnal veszem fel ezt a videót, épp ezért azt nem tudom nektek bemutatni, hogy a telefont beteszem a kontrollerbe, viszont azt igen, hogy mizalik a telefon kijelzőjén, hogyha bluetoothosan hozzácsatlakozik a kontroller a telefonhoz. Több módot is be lehet állítani a kontrolleren, ezek között láthatjátok most például a mouse módot, ilyenkor egy kurzor megjelenik a telefonon, és tökre mint egy számítógépet úgy lehet kezelni. Van egy olyan mód, amin a kontrolleren lévő nyilacskákkal lehet simán csak ugrálni az ikonok között és azok között kiválasztani appokat, ez is eléggé hasznos, és hogyha a Select-et menjünk, akkor pedig nyilván megnyitja az adott appot. Kipróbáltam VR szemüveggel és kiválóan működött a telefonommal, úgyhogy nekem ez tökre tetszik. És igazából ez a videó ennyi lett volna, én mind a két terméke elégedett vagyok, szerintem tök jók, hogyha akarjátok, akkor ezeket csekkoljátok le a leírásban lévő linkeken. Na de akkor köszönöm szépen, megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Sziasztok!